Fennállása 20. évfordulóját ünnepelte a soroksári Rondó hullámkartongyártó Kft. A cég ez alkalomból tartott egy ünnepélyes gyárlátogatást, valamint egy sajtótájékoztatót, ahol az osztrák cég képviseletein kívül beszédet tartott Rogán Antal, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője és Orbán Gyöngyi, Soroksár alpolgármestere. A beszédek után a sajtó képviseleteivel körbejárták a gyárat, és a meghívott vendégek ünnepélyesen átlátták azt a szalagot, melyen megnyitották és átadták a Rondó Kft. Egy új részlegét. A Rondó Kft. Fontos cég soroksári életében, hiszen rengeteg soroksári polgárnak ad munkahelyet. Gondolom ez nagyon fontos szempont. Így van, mai rendezvény egy 20 éves évforduló alkalmából jött létre, erre hívták meg a soroksári önkormányzatot, személy szerint engem a cég vezetése, és lényegében Soroksár szempontjából azért fontos az összes nagy cégnek, nem csak ennek a cégnek a jelenléte, mert értelemszerűen az itt élő munkanélküliek számára biztosítani tudnak olyan munkalehetőséget, mivel helyben vannak, amit nem biztos, hogy máshol, más területen meg tudnak valósítani. Ami nagyon lényeges, hogy én szeretném személy szerint fölvenni a kapcsolatot minden nagy céggel Soroksáron, és amennyiben lehetőségem nyílik rá, egy munkaközvetítő központot létrehozni, amely olyan alapon, egy együttműködési alapon működne. A nagy cégekkel kötnénk egy stratégiai megállapodást, és értelemszerűen ők jeleznék számunkra, felénk, hogy milyen munkaerőre van szükségük, és ez a munkaközvetítő központ ki tudná közvetíteni a nagy cégeknek a munkaerőt. Egyébként meg távlati célként én úgy gondolom az sem elvetendő, hogy egy oktató központot létrehozni, oly módon, hogy egy gyakorlati oktatóközpont lenne a cégeknél, és maga az elméleti képzés pedig akár valamelyik iskolánkban. Tehát ez hosszú folyamat lesz, értelemszerűen egy stratégiai döntés, stratégiai együttműködést kell kössünk ennek érdekében.